Sziasztok! Üdv ismét itt nálam az Alma Papin. Arra gondoltam, hogy mégiscsak bejelentkezem idén még egyszer, és utoljára, mert egyszerűen volt hozzá kedvem, és ugye mivel nem szoktam előre megtervezni a videóimat, most ezt mégiscsak elkészítem nektek. Valószínű, hogy most december 31-én ezt a többségetek már nem fogja látni, mert ugyan megpróbálom feltenni, nem hiszem, hogy az év utolsó napját azzal töltitek, hogy Alma Papi videókat néztek. Na mindegy, valószínű, hogy a többségetek januárban fogja ezt látni, de ez nem baj, mert csak azért sem, mert januárban valószínű, legalábbis január legelején biztos, hogy nem fogok tudni feltölteni újabb videót, mert elutazunk egy pár napra, és ugye lehet, hogy arról majd készül vlog, de mire az kikerül, azért az mégiscsak idő lesz. Egyébként most ideálisak a körülmények a videózásra, mert itt van a család, úgyhogy itt vagyok a hálószobában. Szerintem elég régóta nem vettem fel videót itt a hálószobámban, na mindegy. Úgyhogy a lányomként készíti a palacsintákat, ennél szuperebb már nem is lehet. És hát ugye ez a frizura is neki köszönhető, mert tegnap, mikor megmostam a hajam, akkor megkértem, hogy fonja be. Úgyhogy ezt magamnak képtelen vagyok egyébként így megcsinálni. Picit féltem, hogy ez hogy fog kinézni, éjszaka benne hagytuk a fonást, és hát így néz ki, hogy szerintem nem vészes, olyan kis bohém most, úgyhogy azért felvettem ezt a felsőt hozzá, úgyhogy az évet ilyen bohém hangulatban zárom. Ennek a videónak igazából az lenne a célja, hogy kicsit visszatekintsek erre az évre, 2021-re, és definiáljam saját magam számára azokat a főbb eredményeket. Számbetést születésnapom környékén szoktam csinálni, mert valahogy akkor állnak úgy a csillagok, hogy számomra ez a legideálisabb. Már csak pár nap választ el tőle egyébként, mert vagyok annyira szerencsés, hogy a születésnapom az így többé-kevésbé egybeesik a naptári év végével is. Én igazából egy évet mindig a születésnapomon szoktam lezárni. Úgyhogy most is csak ezeket a főbb pontokat emelném ki ebből az évből, ami így hirtelen eszembe jut, és amiről úgy gondolom, hogy érdemes kiemelni, és érdemes saját magam számára is nyugtázni, mint fontos és jelentőség teljes eredményeket az évből. Higgyétek el, hogy nem azért, mert most itt a YouTube-on beszélek, és mert nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok nektek azért, hogy itt vagytok velem, de egyébként ezért is. Az első és legfontosabb eredmény, amit 2021-nek köszönhetek, pontosabban a 2021-es évben értem el, vagy értünk el együtt, hogy így mondjam. Ez pedig ennek a csatornának a felfutása. Úgy látom, és a számok is azt mutatják, hogy, tehát, hogy jelentősen növekedett az Alma Papi csatorna, illetve az Alma Papi közösség is, mint olyan, és ez egy nagyon-nagyon fontos eredmény. Számokban is kifejezhető eredmény, úgyhogy ezt mindenképpen első helyen említeném. Egy fontos tanulság számomra ebből az évből egyébként, és igazából a YouTube csatorna és az itt elért eredmények világítottak rá számomra erre, hogy a számok igenis fontosak az ember életében. Tehát ugye sokszor mondjuk azt, és volt is erről szerintem videóm, hogy hány éves vagyok, hány kiló vagyok, hány centi a derekam, hány kalóriát eszem, szóval számok, és sokszor azt mondjuk, hogy nem, ezeknek nincs jelentőségük, mert hogy a számok ugye csak kontextusban értelmezhetőek, és relatívak. Tehát ez így is van egyébként. Úgyhogy én sokszor azt gondolom, hogy a számoknak valóban nincsen ilyen módon jelentőségük. Ugyanakkor a YouTube csatorna számai, amiket ugye számokat részben ti is, de főleg én látok, azok igenis arra világítottak rá, hogy a számoknak van jelentőségük, és ezek igenis nagyon fontosak. Tehát az, hogy több mint 9000 feliratkozója van a csatornának, az, hogy ebből nyilván nem mindenki aktív, de nagyon-nagyon sok aktív feliratkozó van, és ezeket én a közösség tagjainak is tartom, annak ismerlek el benneteket, akik tényleg rendszeresen majdnem minden videómat nézitek, és rendszeresen majdnem minden videómra reagáltok is, aminek nagyon örülök, és igazából ez az a mag, amiről azt tudom mondani, hogy, tehát, hogy érdemes ezt az egészet csinálni.
Aztán van a nézettségszám, tehát, hogy mit tudom én, 5-600 ezer nézettséget értem el talán ebben az évben, valami ilyesmi, ezt illetve pontosan tudtam, akkor azt tudom, hogy megszámoltam valamelyik nap, hogy 80 videót készítettem, ezzel együtt talán 81, nem vagyok benne biztos, 80 vagy 81, ami hát azért, tehát hogyha így úgy vesszük, akkor így ez meló volt, tehát 80-81 darab videót elkészíteni. Aztán mi volt még, ami így YouTube és számokban kifejezhető? Igen, tehát most már ugye nem látszik, hogy mennyi a like, illetve a dislike arány a YouTube-on, ezt nem értem, hogy ezt miért vették le, de mert hogy megvan rá a magyarázat, hogy miért nem látszanak most már a dislike-ok a videók alatt. Azért, hogy ne bátortalanítsák el a YouTube-ereket, hogyha nyilván azokat, akik nagyon sok dislike-ot kapnak, stb. De azért ez mindenképpen én szerintem egy jó mutató arra nézve, hogy egy videó az mennyire jó igazából, vagy hogy az a YouTuber az mennyire készít értelmes használható videókat. Na mindegy, ez egy zárójeles megjegyzés volt. Most viszont, amit én látok és ti nem láttok, az, hogy, mert azért dislike-ok most is vannak, az az arány, tehát hogy mennyi a like és a dislike arány, és szerintem az én csatornámon ez az arány, ez nagyon-nagyon jó viszonylag. Átlagosan 98-99%, tehát a like-dislike arány, ami szerintem annyit jelent, hogy nagyjából majdnem minden videómon maximum 2-3 ilyen dislike van, és az összes többi mind like, aminek én nagyon örülök. Nyilván a nagyon nagy nézettségű videóimon arányosan jóval több a dislike, de hát ez van. Na mindegy, ez csak egy zárójelben mondtam, és nem tudom, miért beszéltem erről ennyit, mert igazából ezt én, igen, azért, mert örülök neki. Azért, mert örülök neki, hogy ez az arány is szerintem nagyon szuper, és szeretném is, hogyha ez így maradna, tehát magyarul szeretném, hogyha értelmes videókat kezdenék, hogyha tetszene nektek, hogyha hasznosnak tartanátok, stb., és ezért szeretném is mindig kérni a visszajelzéseiteket. Tehát ugye akkor említettük a Almapapi közösséget és csatornát, említettük a számok jelentőségét. A harmadik, amit ennek az évnek a hát takeaway szintén, ez pedig az, hogy a hormonterápia egyelőre nekem nagyon bevált. Tehát ugye most volt egy teljes év, amikor azt mondhatom, hogy végig hormon, tehát elkezdtem ugye tavaly előtt a hormonterápiát, és most teljes évben végig vittem, és folytatni is szeretném, tehát szándékomban áll. És anélkül, hogy részletekbe mennék, röviden csak annyit tudok mondani, hogy nekem egyelőre nagyon bevált, a menopauzális tüneteimet megszüntette, és hát a közérzetem az általában véve elég jó. Ennek az évnek még az is egy ilyen hozadéka, hogy a beautyt meg a sminkelést picikét jobban felfedeztem, és picit jobban és tudatosabban beépítettem az életembe, tehát nem csak és kizárólag akkor sminkelek, meg figyelek oda az arcomra, meg arra, hogy nézek ki, amikor éppen videózom, hanem ez így kihatott, ez az egész út tulajdonképpen, vagy utazás és tanulás az életem más területeire is, tehát sokkal jobban odafigyelek arra, hogy nézek ki, mint mondjuk a korábbi években, és ez szerintem teljesen jó. Aztán ugye az év nagy részét egyedül töltöttem, tehát a párom nem volt itt, végig gyakorlatilag minden hónapban, vagy két hónapban ott volt az izgalom, hogy esetleg jöhet, visszajöhet, és akkor visszajöhet már, de ugye a korlátozások miatt ezt nem tette meg. Aztán végül mégiscsak megjött november legelején, és ennek én nagyon-nagyon örülök. De azért ez arra is ráébresztett engem, hogy egyrészt mindenképpen érdemes várni, másrészt pedig érdemes úgy élni, hogy nem csak várunk, hanem közben élünk is, és közben egyedül is jól érezzük magunkat. Nyilván ez sokkal egyszerűbb annak tudatában, hogy tudod, pontosan tudod, hogy ugye a párodat visszajön, és fogod látni előbb-utóbb biztos, hogy nem vészel, és nem is alakul át, mindegy, szóval hogy lényeg az, hogy szeretitek egymást, és összetartoztok azon, hogyha fizikailag el is vagytok választva. Tehát nyilván ennek a tudatában mindent sokkal egyszerűbb átvészelni, és sokkal egyszerűbb várakozni is. De azért úgy néha elkapott a magányosság, meg az, hogy egyedül vagyok, pláne hogy a gyerekeim is nagyon-nagyon ritkán tudtak hazajönni. De azért jó is volt, és hát most meg itt van a párom, ami szintén valami egészen más, a más körülmény, és más miatt nagyon jó.
Aztán ugye idén ismét megmérettetett az alkalmazkodó képességem, szerintem jól vizsgázott, úgyhogy hát itt most nem megyek részletekbe, hogy milyen kihívások voltak, mert szerintem azért ez eléggé hosszú lenne, de úgy érzem, hogy jól vizsgáztam alkalmazkodó készségből és tűrőképességből, stb. Aztán számomra ennek az évnek a nagy kérdése az volt, hogy ugye az, hogy fontosak-e a számok, vagy nem fontosak a számok. Egy másik ilyen kérdés az volt, hogy fontos-e az, hogy végigvigyünk valójában dolgokat. Tehát nagyon sokan hangsúlyozzák azt, hogy a sikeres embernek az egyik ismérve az, hogy nagyon jól megtervezett dolgokat, és amit megtervezett, azt végigviszi. Én is sokáig gondoltam egyébként ezt, de most ez az év, ez egyértelműen választ adott számomra arra, hogy ha nem visszük végig a dolgokat, feltétlenül, hanem váltunk, sőt, ha úgy tetszik, sokszor váltunk, sokszor gondoljuk meg magunkat, sokszor teszünk kísérletet arra, hogy új utakat válasszunk, attól még nem omlik össze a világ, ugye? Tehát nem biztos persze, hogy azt a fajta sikert elérjük, amit eredetileg elterveztünk, de lehet, hogy lelkileg nyugodtabbak vagyunk, lehet, hogy kiegyensúlyozottabbak leszünk. Tehát magyarul mit akarok ezzel mondani? Abszolút személyiségfüggő az, hogy ki mennyire ragaszkodik a céljaihoz, ki mennyire ragaszkodik a terveihez, szeret és tud végigvinni dolgokat. Én rájöttem arra, de egyébként már korábban rájöttem arra, vagy legalábbis pedzegettem, de most ebben az évben teljesen világossá vált számomra, hogy én nem az a típus vagyok, aki szereti a dolgokat úgy általában végigvinni. Tehát, hogyha egyik például a másikra azt gondolom, vagy valami jön egy impulzus valahonnan, ami arról győz meg engem, hogy az az út az nem helyes, amit addig követtem, akkor én szó nélkül váltok. És nagyon sokáig nekem lelkiismeret furdalásom volt emiatt, hogy nem vagyok elég kitartó, de aztán egyszerűen most már úgy látom, és valójában itt van a csavar ebben az évben, tehát nem azt, hogy eddig is tudtam, hogy nem vagyok túl kitartó bizonyos dolgokban, de most már, és valószínűleg ez nem diszonancia redukció, hanem ez így van, hogy én ezt pozitívumként élem meg. Tehát én ezt úgy élem meg, hogy ez egy jó dolog. Tehát jó dolog az, hogy nem ragaszkodom görcsösen valamihez, ami nekem nem fekszik, amihez nincs kedvem, amiről azért hosszú távon úgy gondolom, hogy nem fog nekem jót tenni, illetve, hogyha egy picit is felcsinál lehetősége annak, hogy van egy annál jobb megoldás, amit addig próbáltam vinni. Egyébként én ezt elsősorban az életmódváltás kontextusában értem, mármint, hogy nyilván sok területen, de az életmódváltás az a terület, ahol ez a leginkább lecsapódott nekem, és erről egyébként egy hosszabb videót is szeretnék majd, illetve egy külön videót szeretnék majd valamikor év elején, úgyhogy most nem is nagyon akarok ebben kapcsolatban részletekbe menni. Aztán volt olyan dolog is még 2021-ben, hogy ugyan a fotózás a szenvedélyem, ezt tudjátok, de valahogy 2021-ben nem sikerült ezt olyan mértékig és olyan intenzitással végezni, ahogy szerettem volna, meg ahogy így a lelkemnek jó lett volna, úgyhogy, sőt, azt látom, hogy 2021-ben maga a technikai tudásom is, és maga talán a szemléletem is picit változott a fotózás terén, úgyhogy, amit részben sajnálok, tehát inkább ez egy ilyen negatív hozadék, hogy 2021-ben annyira a videózásra fókuszáltam, ami nem baj egyébként, sőt, hogy háttérbe szorult a maga a fényképezés. Ugye ez egy teljesen más műfaj, azért ezt lássuk be, és én ezt most nagyon szeretném 2022-ben visszahozni, mert hiányzik. Lehet, hogy áldozatokat kell ezért hoznom, tehát, hogy kicsit másból veszek el időt, de mindenképpen szeretném megint kicsikét gyakrabban a gyakamba akasztani a kamerát, és járni mindenfelé, és csinálni a képeket. Hát igazából ennyi lett volna akkor ez a rövid ilyen eredmény összefoglaló, vagy nem is tudom, ilyen tékövé összefoglaló 2021-es évre, és én biztatlak benneteket, hogy azért ti is gondoljátok át, ha más nem legalább ilyen mélységig, mert ez aztán nem volt nagyon mély az éveteket, mert ez mindig nagyon hasznos. Miután átgondoltátok, és megvannak ezek a üzenetek a jövőre nézve, akkor ezeket az üzeneteket vigyétek tovább magatokkal a következő évre, a többit pedig felejtsétek el. Úgyhogy kívánok nektek nagyon jó évzárást, hogyha ezt januárban nézitek, akkor pedig nagyon-nagyon jó évkezdést, és nagyon-nagyon boldog és sikeres új évet kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Sziasztok!